A koronavírus első hullámát sikerrel vette az egészségügy, és sikeresen átvészelték az emberek, ám ahhoz, hogy a második menetet is mi nyerjük, a kényelmetlenség ellenére viselni kell a maszkokat, fertőtleníteni a kezeket, és figyelni magunkat és másokat, hogy megfékezzük a vírust. Ezt mondta Soltész Miklós államtitkár a Szent János Kórházban szervezett autó átadón, amelyen egészségügyi intézmények kaptak gyűjtésből vásárolt gépkocsikat. Hatalmas nagy nyomás volt, hiszen ismeretlen volt az a helyzet, amiben benne éltünk vagy belekerültünk. És éppen ezért nagyon sok mindent meg kellett ragadnunk a védekezés során, amelyekre óriási nagy szükség volt azért, hogy életeket mentsünk, minél kevesebb beteg legyen. Ezért is volt az, hogy a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács a veszélyhelyzet kihirdetésével megkezdte munkáját, és ennek eredményeképpen hatalmas nagy gyűjtés indult el. Herceg Anita jótékonysági nagykövet, a köztársaság elnök felesége is megköszönte az egészségügyben dolgozók és az önkéntesek áldozatos munkáját, amivel a tavaszi időszakot átvészelte az ország. A magyar leleményesség ezernyi formát talált arra, hogy kimutassa szeretetét, háláját az egészségügyben dolgozók számára. Most a második hullámban a helyzet nemhogy nem könnyebb, hanem sokszor sokkal nehezebb is. Ezért kiemelten fontos lenne, hogy újra visszataláljunk erre az összefogásra, újra megtaláljuk a szolidaritás kifejezésének a formáit, és fegyelmezettek legyünk. A Szent János Kórház udvarán most 9 személyautó és egy kis busz sorakozott fel egymás mellett. Ezeket a járműveket vásárolták meg a gyűjtésnek köszönhetően. Az ilyen típusú segítségre már a koronavírus megjelenését követően is volt példa. Ezek a gépjárművek nagyban fogják segíteni a logisztikai feladatokat, hiszen napról napra új kihívásokkal kell küzdenünk. Bizonyos eszközöket kell megszereznünk, amik nem álltak korábban olyan mértékben rendelkezésre, mint most, de vannak, de be kell szerezni, ide kell szállítani. Igen nagy a jelentősége esetenként személyszállítási feladatoknak, hiszen jól ismert, hogy számos helyről vezényeltek azokba az intézetekbe, ahol az ellátás első vonala zajlik. Amint egy 30 millió forint értékű járműparkkal a Szekszárdi, a Miskolci, az Ajkai, a Debreceni kórházak, valamint a fővárosi Szent László, a Korányi, a Szent János és a Heimpál gyermekkórház munkatársait segítik. A bor nem szőlőből készült először, hanem mézből. 3000 éve a vikingek, mikor összeházasodtak, akkor mézbort adtak a friss házasoknak ajándékba. Ezt bizonyára kevesen tudták eddig a mézről és a méhekről, az viszont már szinte senki előtt sem titok, hogy a hegyvidéki méhbarát program egyre népszerűbb, amihez most a hegyvidéki kulturális szalon egy saját levendula kerttel is csatlakozott. Úgy éreztük, hogy ezeken a szakmai beszélgetéseken, előadásokon, termékbemutatókon, kóstolókon kívül jó lenne valami mással is kapcsolódni a méhbarát kerületi projekthez. És ekkor jött az ötlet, hogy szeretnénk a méhecskéket még inkább közel csábítani magunkhoz, és erre mi más lenne alkalmasabb, mint a virág. És ekkor született az ötlet, hogy a szalon Törpe utcai oldalának picike L-alakú kertjében egy levendulakertet alakítsunk ki, illetve a szomszéd házzal közös kis kertet is virágokkal ültessük be. A szorgalmas rovarok megmentése, gondozása és szaporítása nem egyszerű feladat, ezért mindenki segítségére szükség van. A hegyvidéki önkormányzat a nemzetközi projekt keretében Ljubljánával és további 5 európai várossal együttműködve szeretné felhívni a figyelmet a méhek nélkülözhetetlen szerepére az életben. Ez egy apró lépés, amit mi teszünk. Nagyon jól tudjuk, hogy nem ezzel fogjuk megváltoztatni a világ menetét, de azt is tudjuk, hogyha mindenki így fog cselekedni, ahogyan mi azt gondoljuk, hogy helyes, akkor viszont biztosan változni fog a világ is. És ennek az apró kis láncszemnek, vagy láncnak, ennek az apró láncszeme, amit itt láthatnak a hegyvidéki szalomban, hogy intézményi szinten is megmutatjuk azt a kerületi lakóknak, és minden vendégünknek, aki itt jár, hogy igen, a hegyvidéki önkormányzat, a hegyvidéki zöldiroda és a hegyvidéki polgárok elkötelezettek ennek a célnak a megvalósítása érdekében. A tervek szerint a vadvirágos területek, illetve a mélegelő közelében a beporzó rovarok számára rovarhoteleket is felállítanak a hegyvidéki zöldiroda szakértői.